A héten két alkalommal, hétfőn és pénteken tartottak civil véradást Szekszárdon. Berta Zoltán kiemelte, a véradással embertársaink életét mentetjük meg. Tudni kell, hogy a vér semmivel sem pótolható. Ez a mi adottságunk, ezzel tudunk mi másokat segíteni, ez más úton, módon elő nem állítható. Ezért is fontos az, hogy folyamatosan propagáljuk azokat, akik még adhatnak koruknál, egészségi állapotuknál fogva, azokat próbáljuk meg elérni, buzdítani arra, hogy ők is csatlakozzanak a véradók népes táborához. Az elnök úgy látja, a vállalkozó kedvűek mindkét napon szép számmal jelentek meg. Ami nagyon nagy öröm számomra, hogy hétfőn is nagyon sok fiatalt láttam, egyik szakközépiskolából 18. évüket betöltöttek, nagy számban érkeztek, de ma is látok fiatalokat. Fontos, hogy minél több első véradó legyen, tehát már a fiatalokat is bevonjuk ebbe, hiszen majd utána belőlük lesz az, aki évtizedeken keresztül jöhet és adhat vért. Hát mivel buzdítanám, tehát egy tűszúrást azt hiszem mindenki tud, hogy milyen, igazából egy véradás az körülbelül ennyivel jár. A résztvevők közül többeket is az motivál, hogy másokat megmentsem. Az első véremet az föl is használták, és meg is mentettek vele egy életet, szóval fájdalmas, amikor megböknek, de alapból jó. Az eseményt civil szervezésben legközelebb ősszel tartják meg, azonban véradásra különböző intézményekben, Tolna vármegyében minden héten lehetőség van.